Köszöntöm nézőinket, az előbbiekben átadtak egy defibrillátor készüléket a KSH részére Gyurcsák Jánosné, egy helyi cégnek a képviselője. Miért tartották fontosnak, hogy ezzel is támogassák a várost? Általánosságban is fontos dolognak tartjuk a mi cégünk részéről, hogy aki tud, az segítsen. És a segítséget mindig olyan helyre szánjuk, ahol nagy a szükség. Maga az egészségvédelem és a napjainkban egyre gyakrabban előforduló szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve meglepetésszerű szívleállások indokoltá teszik azt, hogy ezen a területen előrelépés történjen, és az ilyen nagy rendezvényeket bonyolít egységekben, mint a karcagi sportcsarnok, legyen jelen egy olyan készülék, ami a meglepetésszerű helyzetekben segíteni tud. Gondolom, hogy azért ez nem egy olcsó készülék, tehát biztos, hogy nem fogunk még sokat a városban látni, de azért önök máskor is más rendezvényeket is támogattak, tehát nem csak az egészségvédelmét, hanem más is fontosnak tartanak a városban. Így van, évente egy adott meghatározott összeget szánunk ilyen támogatási célra. Az elsődleges szempont mindig az, hogy a rászorultság indokolja azt, hogy mi segíteni tudjunk, és ezért a rászorultság témakörébe tartozik például idősek otthona, óvodák megsegítése, egészségügyi gyermekotthon, és ebben a témakörben tárgyi eszközben is szoktunk segítséget nyújtani, illetve konkrét pénzbeli támogatásban is. Hát akkor én azt kívánom, hogy még sokáig tudják támogatni a várost ezekkel az adományokkal, hiszen az mindannyiunknak érdeke. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Szepesi Tibor, a Déri Még Kulturális Központ megbízott igazgatója, nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy átvehette ezt a készüléket. Itt az előbb egy érdekes számot mondott, hogy átlagban 450-en sportoló fordul itt meg. Azt hiszem, hogy ez egy tényleg egy nagyon jelentős lesz a készülék, hogy itt van és bármikor itt lesz, hogyha szükség lesz rá. Igen, azt gondolom, hogy körülbelül jó adatokat tudtam mondani, hiszen folyamatos statisztikát nem tudunk készíteni, de azt azért látjuk, hogy reggel 6 órától este 10 óráig folyamatosan jönnek-mennek a sportolók, testnevelés órák kerülnek a délelőtti időszakban megtartásra, délután a Karcagi Sportegyesület versenyzői, hétvégén pedig a különböző szakosztályok, diákolimpiai versenyek résztvevői, amatőr bajnokság résztvevői látogatják a sportcsarnokot, és hát nem csak a sport, hanem a különböző kulturális rendezvények, hiszen játszóházak, gyermekprogramok, de mondhatnám azokat a nagy rendezvényeket, ahol bár nem a sportcsarnok a közvetlen helyszín, de háttérintézményként egy böllérfesztiválon, egy birkafőző fesztiválon, nyilván a karcagi sportcsarnok is igénybe van véve valamilyen szinten. Tehát igen, 450-500 néző, látogató az, aki egy átlagos napon megfordul a karcagi sportcsarnokban. Reméljük, hogy nem kell soha használni ezt a készüléket, de itt elhangzott, hogy lesznek olyan kollégák, akik megtanulják ennek a használatát. Most ott van benne a kulcs, tehát gondolom, hogy ez egy olyan helyen lesz ez a kulcs, amikor bármikor utol lehet érni. Természetesen. Én azt gondolom, hogy nincs annál rosszabb, amikor bekövetkezik egy baj, van a helyszínen egy újraélesztő készülék, és nincs olyan ember a környéken, aki azt tudná, vagy egyáltalán merné használni, hiszen azt gondolom, hogy a kettő valahogy összefügg. Tervezzük azt, hogy a városi sportcsarnokban dolgozó és a városban élő testnevelők, edzők, akik valamilyen fajta kapcsolatba kerülnek a sportcsarnokkal, illetve azok az amatőr kispályás csapatok, legalább egy-egy fővel a csapat vezetők közül vegyenek részt egy továbbképzésen, ismerjék meg azt, hogy egy ilyen gépet hogyan kell használni, hogy a későbbiekben majd merjék is használni, amikor valami probléma bekövetkezik. Reméljük, hogy soha nem fog erre sor kerülni, de ahogy a megnyitón is elhangzott, a készülék itt van, azt gondolom, hogy jó helyen van. Úgy próbáltuk elhelyezni, hogy bárki bármikor hozzáférjen, és azt gondolom, hogy nem a kulcs lesz a legfontosabb, hiszen egy üveglap mögé helyeztük el, ez az üveg bármikor szükség esetén betörhető, és reméljük, hogy ha kell, akkor valóban itt lesz betörve, használva, és ahogy miniszter úr is fogalmazott, az ember életnél nincs drágább, tehát merjük majd használni, hogyha szükséges. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Dobos László polgármester úrral beszélgetünk. Ez egy nagyon fontos nap a város életében, úgy gondolom, hogy több szempontból is, hiszen az első készülék ide került a sportcsarnokba egy felajánlásból, a Volánnál lévő másik mellé, és most jelentette, hogy a képviselőtestület arról döntött, hogy újabb 8-at vásárol a városnak. Azt hiszem, hogy ez egy példaértékű döntés.
Igen, én is így gondolom. Nagyon örültünk már ott évekkel ezelőtt a Volán pályaudvaron, a buszpályaudvaron elhelyezett életmentő készüléknek is. Plusz boldogság számunkra, hogy a Agrivenz Hungária ZRT cég is felajánlott egyet, és az is egy pozitív dolog meggyőződésem szerint, hogy a tegnapi napon a testület ülésen a képviselők támogatták azt az elképzelésünket, hogy a képviselő keretből megmaradt pénzösszeget, egy bő 4 millió forintot további 8 defibrillátor megvásárlására használhassuk föl, amiket természetesen a város legforgalmasabb pontjain, intézményeiben fogunk elhelyezni. Erről majd még külön fogjuk nézőinket is tájékoztatni, hiszen fontos, hogy mindenki tudja, hogy hol lesz ez a készülék. Úgy gondolom, hogy sportemberként, testnevelőként is fontosnak tartja, hiszen most is egy diákolimpia zajlik itt mögöttünk, tehát itt a csarnokban is nagyon sokan megfordulnak, bármikor előfordulhat, hogy valaki rosszul lesz, és itt elhangzott a mennyitón is egy jelenlévő embert már ez mentett meg, ez a készülék. A városi sportcsarnok, nyugodtan mondhatom, hogy a leglátogatottabb intézményünk. Ahogy igazgató úr is említette, 4-500 ember fordul meg naponta. Itt bármikor előfordulhat nem bárt szomorú esemény, egy szív megállás, ami akkor gyógyítható a leghatékonyabban, ha minél hamarabb avatkoznak be. Tehát, hogyha van egy újraélesztő készülék, egy defibrillátor, azt pillanatok alatt működésbe lehet hozni. Laikusok számára is könnyen kezelhető, hiszen nem csak írásos utasítás van, hanem a gép egyszerűen mondja, hogy mi a teendő, nem lehet eltéveszteni, és ha ezt nagy Isten használni kell, az idő faktor ebben az esetben nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb a valamilyen ellátáson jusson a beteg. Reméljük, hogy nem lesz erre szükség, és folyamatosan tájékoztatjuk majd nézőinket a 8 készülék beszerzéséről, és köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget, természetesen amikor ezek a készülékek el lesznek helyezve, azt hosszan és folyamatosan fogjuk tudatosítani a karcagi lakosokkal. Információt biztosítunk arra, hogy megtalálják ezeket a készülékeket adott esetben, és nagyon örülök, hogy erre sor kerülhet, hiszen úgy gondolom, hogy valóban ritkaság az, hogy egy ekkora településen ilyen lefedettséget lehessen biztosítani ilyen készülékekből. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Az előbb egy nagyon jeles eseményen voltunk jelen. Dr. Fazekas Sándor, a KS elnöke átvett egy defibrillátor készüléket, melyet itt el is helyeztünk a sportcsarnokban. A sportolók biztonságát, a szurkolók biztonságát is szolgálja ez a újraélesztő készülék itt a városi sportcsarnokban. És én, mint az egyesület elnöke, nagy örömmel fogadtam a Agrivenz Hungária felajánlását. Örülök annak, hogy a intézmény felszereltsége így gyarapodik. De a környékben lakók számára is jó tudni, hogyha valaki rosszul van, itt ez az újraélesztő készülék hozzáférhető. A sportcsarnok, illetve az egyesület pedig tervez majd képzéseket, hogy a használatára is minél többeket megtanítsunk. Illeszkedik ez az adomány ahhoz a programhoz, amit a városi önkormányzat fogadott el, még további 8 újraélesztő készüléket fognak elhelyezni a város különböző pontjain. Itt szerintem Karcag ebből a szempontból is a legbiztonságosabb város lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm! Képviselteti magát.